Úgy éreztem, hogy a kiállítási teljesen egyenragú ellenfelek voltunk, illetve a két azonos csapat küzdött. Aztán jött egy kiállítás, amit majd vissza kell nézni. Úgy érzem, hogy több pályán, több országban ez nem kiállítás, tehát így beleszólni a mérkőzés, nagyon nehéz utána játszani. Megelőlem a kalapom a játékosok előtt, mert az elmúlt két hétben nagyszerűen dolgoztunk, nagy nehézségek árán, mégis emelt fővel, és most pedig, amit műveltek, hát itt 10 emberrel az utolsó pillanatig is sikerült egyenlíteni, azt hiszem mindent elmond a csapatról. Bízott még egyáltalán a pontszerzésben? Hát egy edző mindig bízik, én őszinte leszek, a szünetben azt mondtam a fiúknak, akár meg is nyerhetjük ezt a meccset, mert pszichésen ez általában jól szokott elsülni, de hát sajnos a gólt megkaptuk, és onnan már csak a döntetlenre játszottunk. És hát ha bal szerencsék, akkor még ott van ugye Csillus sérülése is, ami hát nagyon aggasztó, és hát nyilván az átra lévő két meccsen pedig óriási hiány. Hát mindenképp nagyon szűkösen vagyunk, és a szegény Tamásnak, hát hál' Istennek most kaptam annyit, hogy nem eltörött a lába, csak a szalagja sérült, de hát most idén már nem számíthatunk rá, ez mindenképp vérveszteségek. Látott akkor azért az első fél órában, nyilván az egész meccsből nehéz szakmailag véleményt mondani, de olyan dolgokat, amik előremutatóak? Hát mindenképpen persze elindultunk egy úton, volt eltervezve, hogy fogjuk ezt a mérkőzést még pluszba megváltoztatni, ezt sajnos nem tudtuk, de az a része az működött. Onnantól kezdve persze egy kényszerpályán voltunk, de ezt is jól oldotta meg a csapat. Egy agyonnyert mérkőzést, már ilyen furcsán fejezem ki magam, egy agyonnyert mérkőzést veszítettünk el, bocsánat, hozták, hát igazából én ezt úgy értékelem, mert itt a második fél időben kivégezhettük volna a hazai csapatot, nekem az meggyőződésem, helyzetek tömkelege, azt gondolom, hogy második fél időben megcsináltuk azt, amit a szünetben megbeszéltünk, mert az első fél időben kicsit kapkodósabb volt a játékunk, bár hozzáteszem, még egyelő létszámmal is nekünk volt nagyobb helyzetünk a Godoynak, meg a Vécsei fejese, tehát én azt gondolom, hogy egy tanulságos meccs volt, saját magunkat kell okolnunk, bár hozzáteszem, a második mérkőzésen kapunk a 90. perc után 11-es, tehát azért ez azért furcsa. Bár nyilván nem akarok ezzel foglalkozni, mert ha berúgjuk a helyzeteket, akkor bukhattak volna, hogy már menj 11-est is a 90. perc után. Mondom, nagyon sajnálom, mert végig uraltuk, és azt gondolom, hogy ma nem a jobbik csapat nyert, mert azt gondolom, hogy a ember előny egyelő létszámmal is jobb futballt játszottunk. Igen, gondolom, így lehet ez az elvesztegetett két pont nagyon fájó, hogy hát annyi helyzete volt a második fél időben a Honvédnak, csak hát nem mentek be, és ilyenkor szokott jönni a bosszú. Hát rengeteg kapufát lőttünk, egy-egybe kiléptünk, fejesítelek, ott előtte a jobb fejese, tehát szólt, saját magunkat kell ezért okolni, én azt hiszem és azt gondolom, mert ez mondom, tehát ez egy simán megnyert mérkőzés volt. Az, hogy a 96. percben belenyúlnak a meccsbe, az egy másik történet, már nem először, tehát erre most egyelőre nem is kívánok reflektálni.